város önkormányzatának szociális és egészségügyi bizottsága közel tíz napi rendi pontot tárgyalt nyílt ülés keretében. Ennek kapcsán a bizottsági tagok javaslatot fogalmaztak meg a rendelőintézet igazgatójának kérelme kapcsán. Keresztúri Ferencné ugyanis nyugdíjazási kérelmét adta be, amelyet a bizottsági tagok elfogadásra javasolnak majd a képviselőtestületnek. Megköszöntük neki az egész eddigi munkáját, ugye nagyon nagy szerepet vállalt abban, hogy a járóbeteg elindulhatott, és még mindig folyamatban vannak olyan szakrendelések, amiket még most és ezek után fognak elindítani ebben a járóbeteg szakellátóban, illetve elkezdődött a felújítása a régi rendelőintézetnek az alapellátások, fognak ebbe belekerülni. Keresztúri Ferencné 22 éve dolgozott a Sárospataki Rendelőintézetben, 18 éve pedig vezető beosztásban irányította az egészségügyi intézményt. Nagy feladat volt ez egy több mint 1000 négyzetméteres épületet felépíteni, tartalommal megtölteni, illetve üzemeltetni. Tehát nagyon szépen köszönjük a munkáját, sok erőt, egészséget kívánunk a nyugdíjas éveikhez. Ezzel együtt a bizottság tagjai arra is javaslatot tettek, hogy a képviselő testület írjon ki pályázatot ennek a beosztásnak a betöltésére. A pályázati feltételekről egyetemi szintű végzettség, orvostudomány vagy más szakterületen, mesterképzési szakon szervezett egészségügyi menedzser, szakképesítés, legalább öt éves vezetői gyakorlat, és még lehetne sorolni ezt ez két oldalon. De úgy gondolom, hogy akiket érdekel, meg fogják keresni az önkormányzatot, és ki fogják kérni ezt a pályázati anyagot, hogy hogyan is, milyen formában lehet erre. A bizottság az ülésen emellett pályázatot hirdetett meg a Lavotta utca 52 szám alatti, második emeleten található, megüresedett, önkormányzati tulajdonban lévő, szociális bérlakás bérlésére vonatkozóan is.